Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját láthatják 2022. május 3-án este 7:30-tól. Ballagás a Szent István gimnáziumban. Megtelt az érsekkert nagy színbanának nézőtere. Újból jelmezbe bújva muzsikáltak, énekeltek a növendékek, hosszú kihagyás után ismét tavaszi vidámságok koncertet szervezett a Kalocsai Művészeti Iskola. Virágosodik Kalocsa, szemléletváltás a pargondozónál, évelőkkel szépítik a város virágágyásait. A ballagások sorát április 30-án szombaton reggel 10 órakor zárta a Szent István gimnázium. Három osztály állhatott az érsekkerti nagy színpadnál. Egészen a gimnázium épületétől vonultak az érettségi előtt álló végzős diákok. A himnusz közös eléneklése után Végi Zsófia 12. A-osztályos tanuló József Attila szavait tolmácsolta. József Attila, a Dunánál. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell. S ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, s övék a jelen. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyám már válok boldogon. S apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. Majd Bányai Gréta 11. A-osztályos tanuló búcsúzott a végzős évfolyamtól. Eltelt az a 4 év. Még nem tervezek elköszönni, először szeretnélek titeket visszavinni a kezdetekhez. Annó remegő lábakkal léptetek be az iskola hatalmas kapuján. Nem tudtátok, mi vár rátok. Minden új. Az osztálytársak is újak. Az egyiknek a nevét nem tudtátok, a másiknak a szülei jóban voltak a tiétekkel, a harmadik meg teljes idegennek tűnt. Volt, akinek lehet, hogy az első bemutatkozás után elfelejtettétek a nevét, aztán nem mertétek megkérdezni. Voltak azért ott régi ismerősök is. Volt osztálytárs, esetleg ovistárs, évfolyamtárs. Valakit pattársnak is kellett választani. Az épület is új. Hányszor tévedtetek el? Az a terem melyik? Merre kell fordulni a lépcső után? Jobbra vagy balra? Az az, amelyik ott van a tanári mellett. 200 mennyit mondtál? Párszor elhangoztak ezek a kérdések. A tanárok is újak. Nekik viszont egy-két vezeték név ismerősen hangzott. Te nem annak a húga vagy öccse vagy? Heves bólogatás vagy fejrázás követte a kérdést. Jött az újabb probléma. Ennyi tanár nevét megjegyezni. Mikor van velük óra? Hol szoktak lenni a szünetben? Ő a másik csoportot is tanítja. Hozzá milyen füzetet is kell vinni? Meg annyi kérdés. Az iskolai élet is új. Program, program hátán. Anyunak, apunak el ne felejtsek szólni, hogy szülői lesz szerdán. Jövő héten kirándulás lesz, meg témazáró. Elfelejtettem, mikor nyit a büfé. Az ünnepi versek és köszöntők után Perik Lajos, az intézmény vezetője mondta el gondolatait. Pontosan 3 éve, amikor a most ballagó diákok még csak első tanévük vége felé tartottak iskolánkban, fordult elő legutóbb, hogy a ballagási ünnepségünket a szokott formában mindenféle kötöttségek nélkül tudtuk szervezni és lebonyolítani. 2 éve csak online ballagást tudtunk rendezni, tavaly pedig szűk körben, az iskola udvarán szigorú biztonsági rendszabályok között zajlott az ünnepség. De ma végre újra az érsekkertben lehetünk, és korlátozások nélkül személyesen a rokonok és barátok jelenlétében búcsúzhatnak az alma mátertől a végzősök. Nagy öröm ez nekünk, és bizonyára így vannak ezzel az ünnepeltek és a hozzátartozók is. Hiszen senki nem gondolta 3 évvel ezelőtt, hogy milyen nehézségekkel kell majd szembenéznünk, milyen újfajta kihívásokat kell leküzdenünk ebben az időszakban. És bár a járvány szorításából lassan-lassan talán sikerül kiszabadulnunk, életünk számos újfajta problémájával most is folyamatosan küzdenünk kell. Persze mondhatjuk azt, hogy soha nem volt olyan időszak az emberiségnek,
akár a mi életünknek sem, amikor ne küzdködtünk volna nehézségekkel, de napjainkban a közelben zajló háború, az egyre súlyosbodó gazdasági nehézségek bajos, sötét árnyékot vetnek minden napjainkra. De úgy gondolom, nekünk ezzel együtt is optimistán kell néznünk a jövőbe. Az intézményvezető ünnepi beszéde után az elismerő oklevelek kerültek átadásra a kiérdemeltek számára. Április 29-én pénteken délután újból jelmezbe bújva muzsikáltak, énekeltek a Kolocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Az intézmény hosszú kihagyás után ismét megszervezte a tavaszi vidámságok elnevezésű nagy sikerű koncertjét. Tulajdonképpen elfoglaltuk a hajót, csak mondom. Őrizzék meg a nyugalmukat. És vegyék elő az ékszereiket, rablás lesz. Igazi kalózos belépővel vette kezdetét a tavaszi vidámságok koncert előadása a kamara teremben. Alaposan felkészültek mind a tanárok, mind a növendékek erre a napra, hiszen végre fel lehetett lépni a nagy nyilvánosság előtt. Nagyon nagy izgalommal készültünk, és már mindenki be van sózva, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a mi kis történetünk az úgy fog alakulni, ahogy terveztük, és jól fogja magát érezni a közönség. Ez lett volna a 20., de a pandémia miatt sajnos ez csak a 18-ra sikeredik most. Tulajdonképpen először mindig valahogy megpróbáljuk magát a témát kitalálni, hogy mi körül forogjon a dolog. Természetesen nem minden darab illik bele pontosan ebbe, de hát azért vagyok én, hogy valahogy ezt kitaláljam. Na most a szerepekhez természetesen a gyerekek úgy öltöznek be, amit éppen játszanak. Hát itt van egy bóba! No, kérjük, te leszel az első, aki elhagyod ezt a hajót, jó? Csak még előtte gyorsan játszol nekik. Az intézmény pedagógusai és a növendékek február óta készültek erre a napra. Mindenki nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel. Lesz bolha, lesznek orosz táncosok, lesznek boszorkányok, hát és a bandatagok, tehát lesznek még kalózok is, nagyon sok rák, például rákok lesznek Zárijel című filmből. A kamarateremben teltház volt, szülők, családtagok, barátok voltak kíváncsiak a vidám előadásra. A gyerekek azok már évek óta mindig nagyon-nagyon várják. Sajnos nem szerepelhet mindenki, aki szeretne benne, mert hát azért a műsor is véges. Hát a tanárok azok továbbra is ugyanúgy készítik fel a gyerekeket, mint eddig, tehát próbálunk olyan szerepeket választani a gyerekeknek, ami az ő kis karakteréhez illik. Az előadást vastapssal köszönte meg a közönség. Tavaszi hagymás virágokkal gazdagodtak a város virágágyásai. Hosszú évek óta kedvező visszajelzések kísérik a lakosság részéről a város pargondozó részlegének tevékenységét, örömmel fogadják az emberek, hogy szép színes virágszőnyeg borítja el ilyenkor a város virágágyásait. Idén tulipánokkal, jácintókkal és nárciszókkal színesítették a korábban szinte egyed uralkodó egy nyári felhozatalt, emellett levendula és más cserjék is megjelentek az ágyásokban. Mindez egy szemléletváltást jelez előre. A tulipánok lassan elnyílnak, de a virág ágyások nem maradnak díszek nélkül, hiszen az ősszel telepített árvácskák és szászor szépek épp most vannak teljes pompájukban. A tulipánoknak még van egy hetük hátra. Május közepén végén pedig beköszönt az év legmelegebb időszaka, amikor a 22-23 fokos nappali átlaghőmérséklet már az árvácskák számára is nehezebben elviselhető. A jelenlegi virágokat akkor fogják fokozatosan lecserélni. Azt is megtudtuk, hogy a jelenlegi kiültetések egy új koncepció mentén zajlanak, így lényegében kísérletnek tekinthetőek, amelynek lényege a több éven át díszítő növényzet arányának növelése. A közösségi médiában tapasztaltak szerint az eddigi visszajelzések a jók, a lakosság kedvezően fogadja a város szépítésére tett látható erőfeszítéseket.
A cél az, hogy még változatosabb és szebb zöld felületeket hozhassanak létre, de úgy, hogy közben középtávon a járulékos költségek is csökkenjenek. Ennek érdekében fokozatosan növelik az évelő növények jelenlétét az ágyásokban, hiszen még az egynyári növények palántáit évről évre föl kell nevelni, addig az évelő növényzetet egyszer kell kiültetni, és hosszú éveken át lesz dísz. Sőt, némelyik faj még gondozást is alig igényel. Ugyanakkor változatosságot hoznak a virágágyásokba, egész éven át díszítenek, és nagyobb lombjuk miatt az ökológiai értékük is magasabb lehet. Igaz, a szaporítóanyag beszerzése például a tulipánhagymák esetében valamivel költségesebb mulatság, így a költségek mérséklődése egyelőre nem jelentkezik, ám a hagymák hosszú éven keresztül újra hozzák majd tavasszal a virágaikat. A tavalyi évben volt újdonság, hogy a Kossuth Lajos utcán balkonládákat helyeztek ki, petóniákkal beültetve. Mint megtudtuk, most a műszaki munkacsoport lakatos és asztalos szakemberei még több ilyen ládát készítettek, így virágládák is nagyobb számban lesznek majd láthatóak a város utcáin. Ezekbe idén valószínűleg petúnia helyett valamilyen más növényt, viszonylag nagyobb lombfelületű futókat, illetve magasabb növésű növényeket és díszfüveket fognak telepíteni. Tudtuk meg a város kertészeti feladatait végző Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. Parkgondozó részlegének dolgozói körében tájékozódva. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mint minden változás, ez is hordoz kockázatokat magában. Hiányzik ugyanis a tapasztalat, hogy a kiválasztott növények hogyan bírják majd a városi klímát, a forró aszfalt által sugárzott nagy mennyiségű hőt, és az is kérdéses, hogy az aszályos időszakokban mennyit kell majd öntözni a növényeket. A változtatások tapasztalatait a következő évi munka és kiültetési tervbe is beépítik majd. A legtöbb dunamenti településen él még a májusfallítás hagyománya, a szép tradíciót dusnokon is őrzik, és tudatosan is továbbadják az ifjabb generációknak. Így történt az idén május 1-én is, a Művelődési Ház szervezésében tartott majálisi programba a közös májusfallítás is beleillesztették. A résztvevőknek Bogárdi Eszter, a Művelődési Ház vezetője elmondta, a májusfa a zöld ág a természet megújulásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka. Szerelmi ajándék is egyben. A májusfát a mai napig a fiúk állítják a lányos házakhoz, április 30-án éjszaka. Az akciót lehetőleg észrevétlenül hajtják végre, hogy május 1-e reggelén a megajándékozott lányok csak sejthessék, hogy ki is a hódolójuk valójában. A májusfa kivágása, szállítása és állítása a legények közös feladata, igazi csapatmunka volt ezúttal is, a fát színes kreppapír csíkokkal és italos üvegekkel díszítették. Mint program szervezője beszámolt róla, a fiatalok szép számban vettek részt a majálisi futáson is, 32 fő állt a rajtvonalhoz. A célnál a Hétvezér Parkban volt a 3000 méteres futás és más távok eredményhirdetése. Korosztályonként, fiú-lány csoportonként hirdették meg a versenyt, és az eredményhirdetés is ezt a sorrendet követte. A csapatvetélkedőre, ami a megújult futballpályán zajlott, 12 csapat nevezett be, a 80 gyerek ezúttal tét nélkül a saját örömére rúgta a bőrt, jutalmuk egy csoki volt. Még a bemelegítést megelőzően volt a közös májusfa állítás és díszítés. Mivel idén, május 1-én vasárnap az anyák napját is ünnepelték, a gyerekek Gulyás Éva vezetésével különböző technikákkal egy képet készíthettek édesanyjuknak. És ha már gyermekprogram, természetesen csillámtetoválásra is volt lehetőség, és az ugrálóvár is egész estig várta a hancúrozni vágyókat. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, több sikert értek el a kalocsai karatékák az utóbbi időszakban. Ahogy ígértük, a leendő programjaikról is beszámolunk. Szűcs Zsolt, a Smart Kársa vezetője beszámolt az elkövetkezendő időszak programjairól és terveiről. Tavaszi időszakban még folytatjuk a családi programjainkat, rendszeresen rendezünk ugye túrákat, gyalogtúrákat, teljesítménytúrákat. A soron következő túránk az április 30-án lesz, ahol kerékpártúrát szervezünk karatésoknak, szülőknek, tesóknak, pártoló tagoknak. Itt elkarikázunk a Szent László hídig, ami kb. Oda-vissza 50 km lesz, közben pedig szabadidős tevékenységek, lángos sütés, illetve különböző játékokat tervezünk.
Ezt követően ugye egy kis pihenőre mennek a versenyzők. Nemzetközi versenyekben vannak tervezve, hogyha anyagi lehetőségeink megengedik, akkor kiutazunk rá, hogyha nem, akkor pedig készülünk az őszi nagy megmérettetésre. Közben lesz nyári edzőtáborunk, ahol 80 fő részére szervezünk edzőtábor. Az idejében Bácsalmáson kerül sor. Az edzőtáborban nem csak kyokushin karate lesz, hanem egyéb harcművészeteknek a képviselői is bemutatják, illetve edzéseket fognak tartani, mint például a brazil jiu-jitsu, illetve a káli rendszer bottal, illetve késsel, valamint hikoriú rendszereket fogunk majd tanítani a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek. Sihanfur Kokálmán számára rendeznek egy nemzetközi emlékversenyt Szolnokon, ahol Szű Zsolt az egyik főszervező. Ősszel kerül megrendezésre Sihanfur Kokálmán emlékverseny Szolnokon. Ez egy Európa-bajnokság lesz. Ez a főszervezője, ugye jó magam vagyok, illetve Sián Brezovai Sándor, akik ugye a Furkó Sián halálát követően elhatároztuk, hogy minden évben megrendezzünk egy nemzetközi versenyt. Nagyon nagy érdeklődés van. Magyarországon 12 Novdan szervezet jelezte, hogy részt kíván venni ezen a nem mindennapi emléksorozaton, illetve versenyen, illetve nagyon sok nemzetközi ország is bejelentkezett. Így most tárgyalások folynak arról, hogy Európa-bajnoki szintre lesz emelve a rendezvényünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap jelentkezünk majd. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!